Néhány hete már többek között ez a tábla is figyelmezteti a közlekedőket, hogy Pécs határában útfelújítás zajlik. Az 57-es és 58-as főútak csomópontja az egyik legforgalmasabb kereszteződés a Baranyai megyeszék helyen. A javítási munkálatok már július elején megkezdődtek, a beruházó Magyar Közút NZRT ugyanis még a nyári szünet ideje alatt elvégezteti a munkálatokat, így zavartalanul indulhat el ősszel a közlekedés. A projekt jelentős része már elkészült. A szegélyeknek a rendbetétele, a gyalogos átkelőhelyeknek az akadálymentesítése, illetve a burkat belső aknafedlapoknak a szintre emelése már megtörtént. Ezek voltak azok a munkák, amik előkészületei szolgáltak a holnap esti, illetve holnap után esti koporétegépítésnek. Ennek a ö, fázisnak gyakorlatilag fontos része az, hogy a, a forgalom alatt nem lehet megfelelően megépíteni, főleg ilyen jelentős forgalom alatt. Ezért augusztus 13-án és 14-én teljes szélességében lezárják az érintett szakaszt. A koporéteg építését éjjel végzi el a kivitelező a jó minőségű út hosszú távú biztosítása érdekében, azonban a munkálatok végéig nem haladhatnak át az úton gépjárművek. Esős idő esetén is tartják a határidőt a szakemberek így augusztus 15-én már a megújult aszfaltot használhatják az arra közlekedők.